Kedves nézőink, szombaton zajlott a sportcsarnokban az első aerobik Ajka Kristály Kupa. Kérem, nézzék meg erről készült összeállításunkat. Újfajta szabályrendszer dolgozott ki a kristályes aerobik szakosztályának vezetője, Csonkáné Krüczner Márta. Mennyiben más ez a szabályrendszer, és mennyivel jobb ez a versenyzőknek? Ehhez az elsősorban az tartozik hozzá, hogy januártól az Ajka Kristály Ese aerobik szakosztálya lettünk, és ezáltal a korábbi versenyek, ahová jártunk, a dinamik versenyek megszűntek, és ezért gondoltuk, hogy kidolgozunk egy saját szabálykönyvet, illetve ahhoz tartozó értékelőrendszert, hiszen a legkisebb korosztály még a Magyar Kupán vagy életkoránál fogva, vagy pedig a képességeinél fogva még nem tud részt venni, és az ő részükre hoztuk létre ezt a szabálykönyvet, illetve versenyt. Igazából olyan nagy újítások nincsenek benne. Az alapja a szabálykönyvnek az aerobik alaplépései, amelyeket kötelező megjelentetni az egyes koreográfiákban, illetve ugyanúgy szerepelnek benne nehéz elemek, ezeknek a felosztása, illetve egy-egy a Magyar Kupa rendszerétől eltérő elem szerepel a szabálykönyvben. Hány éves kortól versenyezhetnek nálatok a gyerekek, és hány éves a legidősebb versenyzőtök jelenleg? 3 éves kortól versenyezhetnek a gyerekek ezen a versenyen, és a legidősebb az pedig 15 éves. Május közepén a sportcsarnokban tartott versenyen csak a saját gyerekek vettek részt. Mi lesz nekik a jutalmuk? Hát igen, csak a saját gyerekeink vettek részt, mivel szerettük volna először kipróbálni ezt az újfajta szabálykönyvet és értékelőrendszert, és majd szeretnénk egy későbbiekben egy területi versennyé kiszélesíteni. Szeretnénk a környékbeli városokból is hívni aerobik csapatokat, de úgy gondoltuk, hogy ez az első verseny, ez legyen egy főpróba, azért, hogy a későbbiek során aztán semmiféle probléma ne legyen. Hány versenyzőtök van jelenleg, és melyik korosztályból vannak a legtöbben? A mai versenyünkön 30 egység indult, és ezek közül a legtöbb az óvodás korosztály teszi ki. Mindannyian lányok, fiúk nem jelentkeztek, vagy nem jelentkezhetnek? Jelentkezhetnének, és úgy is szoktuk hirdetni évelején, hogy várunk fiúkat is, viszont valahogy úgy alakult, hogy akik el is kezdték fiúk, sajnos nem folytatták tovább. Mai versenynek ki a zsűri elnöke, illetve a zsűri tagjai? A mai versenyünknek a segédedzőim, illetve a legidősebb versenyzőim, akik már több éve sikeres versenyzők, ők bíráskodnak a versenyen. Nemrég zajlott le a Diák Olimpia területi, illetve országos döntője, ahol az iskolás korosztály sikerrel szerepelt. Kikre vagytok büszkék? Van, 2 egységre is büszkék vagyunk. A Basic Aerobic UP4-es korcsoport triójára, név szerint Szimester Blanka, Orsós Virág és Pablik Linda, akik az előkelő 2. helyen végeztek, illetve a Basic Aerobic UP1-es korcsoport páros kategóriában, Tóth Adrián és Nemes Eszter, akik a 3. helyen végeztek. Pár hét múlva véget ér a tanév kicsengetnek. Nyáron terveztek edzőtábort, vagy valami egyéb versenyt? Igen, hát nagyon sok tervünk van a nyárra is, hiszen évek óta szakmai kapcsolatban állunk Budapesti Sportegyesülettel. Az ő szervezésükben idén is megyünk Várgesztesre egy nagyon, nagyon komoly edzőtáborba. Már télen is voltunk velük edzőtáborozni, és most nyáron szintén megyünk egy hétre. Az aerobik egyre népszerűbb sportág a városunkban. Mit ad ez a sportág a gyerekeknek? Elsősorban én szerintem önfegyelmet, kitartást és a tanulási képességeket is biztos, hogy befolyásolja.
Azon kívül, hogyha alkatilag megnézzük a gyerekeket, mindenkinek gyönyörű a tartása, mindenki vékony, magas, úgyhogy nagyon sok minden pluszt ad, úgy gondolom, a lányoknak. És tényleg nagyon kicsi volt a különbség a csapatok között.